Üdvözlök mindenkit, Necrorim vagyok, eljöjjön további Battlefield 5 kiértékelés, véleményezés, és ahogy látjátok a címben, most azért valami olyasmiről fogunk beszélni, aminek nem feltétlenül van helye a játékban, vagy hogyha van is helye a játékban, másképp kellene megoldva lennie. És ahogy ismerem a DICE történetét és működését a Battlefield, de hogyha valami olyasmit tesznek a játékba bele, ami úgy néz ki, hogy egy, hogy is mondjam, főbb eleme a gameplaynek, annak nagyon kevés az esélye, hogy kikerül benne, de imádkozunk, megint csak mondom, ez itt egy alfa, októberben jelenik meg a játék, és addig még nagyon-nagyon sok minden lefolyhat azon a bizonyos Dunán, de nem mindig szokott lefolyni, már hogyha ilyen masszív könyörgések vannak a community részéről, akkor, és amiről beszélni fogok, nem feltétlenül olyan apróságok, amelyeket csak olyan, amolyan könnyen ki lehet iktatni egy már megprogramozott játékból. Na de, először is néztem én is persze más videósokat, hogy hogyan állna hozzá ez a Battlefield 1-hez, és egy különösen megütötte a fülemet, és az Level Cap-nek a videója volt róla, és arról beszélt abban a videóban, hogy a játék most már nagyon ilyen, hogy is mondjam, a skilled playerek felé hajlik, és a DICE-nak el kellene azon gondolkodnia, hogy valamit adjon a casual játékosoknak is. Mert hogy a casual játékos nem biztos, hogy jól fogja magát érezni ebben a kicsit nehezebb Battlefieldben. Tehát ez volt az üzenetének a lényege. Hát de ember! Az Battlefield 1-es videónál pedig azt mondta annak az értékelésnek, sőt azóta is azt mondja, hogy túl casual. Hát bitch please. Szóval én meg elárulom rögtön itt a videó eleje felé, hogy ez a játék nem lesz mindenkinek való. És hogyha a DICE sajnálatos módon hallgat egy ilyen nagyobb videósra, hogy casualabbé kell tenni a játékot, már pedig ott a Battlefield 1, akkor valamit nagyon elrontanak az úton, mert eddig azért sírt mindenki, és a nagyobb videósok is, legalábbis azok, akiknek a véleményére hallgatnak meg a fórumokon, hallgatnak, hogy a Battlefield-et túl casual kell valamivel, sokkal skill alapú játékot ad, megkaptuk. Battlefield 5-nak, Battlefield 5-nek hívják, és nem lesz mindenkinek való. A casual játékos csak akkor fog tudni érvényesülni ebben a játékban, hogyha időt, órát és energiát és egy kis tanulást fektet bele. Szóval ez egy ilyen üzenet Level Cap-nek, valaki mondja el neki. Na, nem mindenkinek lesz való, és nem baj, hogy nem lett az egész játék túl egyszerűsített és bútított, mint a Battlefield 1. Jól van kitalálva és jó irányba halad, de ettől függetlenül egy-két módosítás tök jó lenne látni, hogy őszinte legyek, és az első ilyen a listán az a rohadtul kurvára sok idegesítő effektek, tehát legalábbis ezen a havas pályán hiába vettem le annyi effektet, amennyit tudtam. Ember! Egyszerűen katasztrofális, tehát szerintem nem látod az enemit, és előtted van. Tehát egyszerűen katasztrofa a hóhullás, de ez még nem mindegy, mert ugye lesznek pályák, ahol nem lesz hóhullás, de a sötét, tehát ha bemész egy házba, azon kívül, hogy beesik a hó, az zárt házba, de ezt valószínűleg kijavítják, de olyan sötét van a házakban, hogy konkrétan nem látod az enemit, pedig ott van melletted, előtted, és nem veszed észre, plusz még a bugtól, hogy beesik a hó a házba, még inkább nem vetted észre. Szóval valahogy a sötét területeket ki kell világosítsák. Ez természetesen nem egy akkora probléma, amit már utólag a megprogramozott játékba nehéz lenne belerakni, csak némi világosítást kell adni, mert hiába adsz te a játékon belül világosítást, akkor az effektek lesznek világosabbak, ugye a havaspálya miatt, a sötét területek kicsit világosabbak lesznek, de az effektek miatt ez nem fog segíteni. Szóval elég érdekes történet. A következő az ilyen érdekes pont, amit kiemelnék, az pedig az ammó felvétel animációja. Szóval sokszor jártam úgy a játékban, hogy lövök, átmentem egy testen, és fölvett egy animációt, és ezzel kitakarva konkrétan a célt, amit lőttem. Ember, kinek van erre szüksége? Elhiszem, hogy játékmechanikai szempontjából jól néz ki,
de tökre nem segít semmint. Lövöd az ember, és egyszer csak megjelenik a kéz képernyőn, de mi a francot csinálsz ott, bokker? Tehát így, ja, és ez így elég macera tud lenni. A lőszer problémájáról egy kicsit már beszéltem az előző videóban, ugye a két tárnyi lőszer az egy kicsit húzós tud lenni, azért, mert egy adott ponton azon kapod magad, hogy lőszerén rohangálsz. Természetesen előfordulhat, hogy több hozzászokás kell, hogy megtanuljuk, hogy ne lőjünk a fegyverekkel minden távra, és pazaroljuk a lőszert, egy más, teljesen más taktikát kell alkalmazni és megtanulni ehhez, de a három tár lőszerrel sokkal jobban ki lennék egyezve tulajdonképpen, legalábbis én szerintem az egy ideális lenne, hogyha nem is adnak három tár lőszert, akkor több ammó feltöltő helyet rakjanak el a pályákon, továbbá egy masszív jellel indikálják, hogy létezik, és ott van, és valahogy láthatóbbá kell tenni a történetet. Minden bizony a beállítások között meg lehet oldani azt, hogy az ikonok nagyobbak és jobban láthatóbbak legyenek, de akkor minden ikont nagyobbá és láthatóbbá tesz, nem feltétlenül egy jó balanc. Hát meglátjuk. A következő ilyen probléma, amit nagyon remélem, hogy kijavítanak, mert egyszerűen szörnyű, az a lelassult harc, tehát benne vagy a tempóba, amúgy egy eleve gyors játéktempóba, és a tempód azonnal megakad, hogyha elesel. Végig kell várd a bleed outot, tehát amíg elvérzel, vagy nyomod az egeret, hogy fölélesztenek, ha szerencséd van, fölélesztenek, ha nincs szerencséd, nem élesztenek föl. Amikor a casual játékosok is be fognak csatlakozni ebbe a játékba, amikor teljes játék kijön, ez egyre kevésbé lesz, hogy is mondjam, érzékelhető, hogy az emberek fölélesztenek lőszert adnak. Rettenet lassú, és végig kell várjuk ezt a folyamatot, ahelyett, hogy ki tudnánk menni a kezdőképernyőre, beállítani a fegyvereinket, karakter, stb. Tehát valamivel lekössük magunkat, ehelyett nem, ehelyett így megakasztja a játéktempót, és hihetetlenül lassú. Továbbá, miközben várod ugye a kivérzési képernyőt, ha véletlenül kiírtják az egész squadodat, akkor még egy extra idő arra rámegy, hogy neked megmutassa, hogy a teljes squadodat kiirtották, és még utána az idő, amíg rámegy a kezdőképernyőre, majd az idő, amíg visszamegy a pályára, mind eltöltött fölösleges 20-30 másodperc is egy játékból kimaradva, nem beszélve, hogy a vérzési idő alatt nem látod a térképet, nem látod a taktikát, és a beszpónolásnál hajlamos vagy a rossz embernek spónolni, és ez nagyon-nagyon-nagyon rosszul tud egyszer kijönni, mert azt hiszed, hogy a társad biztonságban van, mert rá tud spónolni, amint rászpónolsz, valaki hátba lő, nem lő, és nem feltétlenül egy okos rendszer. Hogyha ki tudnánk menni a kezdőképernyőre, sokkal jobban átlátnánk a térképet, és hova kellene leszpónolni. Sokszor voltam én is úgy, hogy azt hittem, hogy most biztonságos a társamra spawnolni, mert a mögöttem lévő pont az a miénk volt, de amire rászpawnoltam a társamra, addigra az enemi elfoglalta mögöttünk lévő pontot, és hátba támadtak minket, miközben mi foglaltuk az ő pontjukat. Szóval taktikai szempontból úgy gondolom, hogy nem egy túl jó elgondolás, hiába néz ki kurva jól, amikor fölélesztenek, vagy vársz ott a újraélesztésre, vagy kiáltasz a segítségért, valahogy nem illik bele a multiplayer gameplaybe. Single playerben legyen ott geci jó, hangulatos, stb. De a multiplayerben ez ilyen animációktól egy kicsit úgy meg kell szabadulni. Legalábbis ettől az újraélesztés fasságtól meg kell szabadulni című történet. Nagyon-nagyon-nagyon meg akasztja a játékot, és leveszi a figyelmedet a csatáról tulajdonképpen. Nagyjából ennyi lett, hogy ja, igen. A repülőkről is szerettem volna egy kicsit beszélni, ezért felírtam magamnak ide egy két jelzetet. Valahogy a repülők megosztják az embereket ebben a játékban. Én őszinte leszek veletek, a repülők engem
sose nagyon izgattak a Battlefield-ekbe. Battlefield 3-ban egyenesen utáltam, Battlefield 4-ben nagyon szerettem a helikoptereket, Battlefield 1-ben szeretem a repülőket, mert könnyű őket használni, és itt is szeretem a repülőket, két okból is. Az egyik ok az az, hogy a repülők megmaradnak repülő elleni csatákhoz, szinte lehetetlen a gyalogságot eltalálni a Földön. Soha az eddig alfa alatt egyszer nem ölt meg egy repülő, amit én egy pozitívumnak élek meg, hogy őszinte legyek, és így meg is osztja ugye az embereket a repülőzés, mert sokan szeretnek repülni, szeretnének sikerélményt elérni a repülővel, de nem tudnak, mivel a spotolás az nem működik, hála Istennek, vagy nem hála Istennek, én nem bánom. Az igazság az, hogy meg lesznek a módszerek előbb vagy utóbb arra, hogy a repülősök felfedezik, hogyan lehet majd a gyalogságot kiiktatni dolgokból, és egy kicsit taktikázni kell, srácok. Ez olyan egy kicsit, mint amikor a Call of Duty-ban behívod az airstrike-ot. Nem nagyon tudod, hogy hol az enemy, hogyha van radar, de hogyha van radar, akkor se nagyon tudod, hogy hol az enemy, mivel csak fel-fel villannak a radaron, és mozognak ráadásul. Szóval így nagyjából be kell. Biztos vagyok benne, hogy lesznek bombázók, szóval így be fogod mérni nagyjából, hogy figyelj, azt ott foglalja az enemy, ott valahol lebombázol, és szerencsém van. Tehát nem kell precízen mindenkit bespotolni, és aztán ledarálni, mint Battlefield 1-ben ilyen pálya kiirtásokat csinált egy-egy bombázó. Szóval az nem pálya. Ez számomra tökéletes, és biztos vagyok benne, hogy a repülősök nagyon-nagyon-nagyon meg fogják találni a maguk útját, és sokkal jobb, hogyha a repülősök ráfókuszálnak az olyanokra, hogy tankok, mert azok láthatóak a repülők számára, és sokkal többet tudnak hozzátenni a taktikai szempontból azzal, hogyha a repülősök kiiktatják a tankukat, és a különböző igazából bármilyen járművet, ami veszélyt fenyeget a gyalogságra ebből a szempontból. Szóval, ez egy pozitívum lesz, és amint a repülősök meg fogják tanulni a pályákat, a mozgási útvonalakat, hogy hol mozognak a játékosok, akkor egyetek el, tehát az, amikor ott repültem, és így kezdtek látszódni dolgok, tehát kezdtem látni, hogy hol fut az enemy, hogy őszinte legyek, és hogyha lesz egy-két bombázó repülő, stb., biztos vagyok benne, hogy így lassan a játékosok szeme alkalmazkodik ehhez az egészhez, és rá fognak jönni, hogy hova kell lőni, mit kell bombázni, és a többi. Nehezebbecske lesz, de úgy vélem, hogy a sikerélmény nem lesz kevésbé rosszabb, mint mondjuk egy Battlefield 1-ben. De, ennyi. Ennyi lett volna. Ezek lennének egyelőre az én problémáim, tehát természetesen a különböző bugok, stb., de felsoroltam, és hogy őszinte legyek, ez nem olyan sok, mint annó talán a Battlefield 1-nél, és remélhetőleg, hogy ezzel valamit kezdenek. Szóval ezekre a dolgokra, amiket itt felsoroltam, van a legtöbb panasz ebből a szempontból a fórumokon, szóval megesető a Dyson a nagyobb nyomás tekintve ezeken javít, amire oda kerülünk, vagy kiveszi a játékból, amire oda kerülünk, például ez különböző ilyen animációkat, mint az ammo felvétel, meg a társad újraélesztése, és a többi, tehát remélem, hogy van egy-két animáció, ami fölösleges, és ezeken javítanak, az effekteket egy kicsit lejjebb húzni, és a sötét területeket egy kicsit világosítani, tehát remélhetőleg, hogy ezt be fogják játszani. De ennyi lett volna, srácok, ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, Discord szerverünk bárki számára elérhető, lehet csatlakozni nyugodtan, kérdéseket itt a videó alatt várom, vagy Facebookon, ahol tetszik. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!